My Baby, Alice Merton, Martin Garrix, Mahmut Orhan, David Guetta, Zoo. Ők voltak az Exit negyedik napjának legnagyobb fellépői. Mindannyiukat nagyon várták a rajongók, a jó hangulat az utolsó napra is jellemző volt. A fesztivál stílus most sem maradt el. A lányok különféle színekre festették a hajukat, látványos sminket és ékszereket viseltek, míg a fiúk között ismét akadtak olyanok, akik állarcot vagy jelmezt öltöttek magukra. Nina Kravitz, az Exit utolsó fellépője reggel 6 órakor állt színpadra. A nővéremmel balkáni túrán vagyunk ezen a nyáron, és már az előző években is hallottunk erről a fesztiválról. Így biztosak voltunk benne, hogy az idén ezt nem hagyhatjuk ki. Az első naptól itt vagyunk, de a ma estét vártuk a legjobban. Mivel Isztambulból érkeztünk, ezért Mahmut Orhant várjuk a legjobban, de a Zoo is a kedvenceim közé tartozik. Az utolsó nap fellépői csodásak. David Guetta fellépését már Horvátországban is láttuk múlt vasárnap, de most sem hagyhatjuk ki. Úgy érzem, egyszerűen nem tudjuk kivárni a jövő évet, hogy újra itt legyünk. Az unokámmal együtt érkeztem, 70 éves vagyok, és ha ő nem lenne, akkor én sem lennék itt. Mivel én főleg a rockzenét kedvelem, ezért minden koncerten jól érzem magam. Grace Jones koncertje volt az idei fesztivál legjobb produkciója. A barátaim azt mondták, hogy irigyelnek, amiért ilyen jó fej nagyapám van. Ma este legjobban Martin Garrixot és David Guettát várom. A szervezők elmondták, hogy a vár minden egyes zugában kiváló hangulat uralkodott, a külföldi és a hazai vendégek is jól érezték magukat. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó fesztiválon vagyunk túl. Természetesen a nagy színpadi fellépők kiemelkednek, mivel sokan csak miattuk érkeztek a fesztiválra, és azt hiszem, nem csalódtak a látottakban. Grace Jones egy olyan performance-ot mutatott be, ami egyedinek számít a világon. De a szintén különlegességnek számít, hogy egy este két világsztár lemezlovast is láthattunk a nagy színpadon, mégpedig Martin Garrixot és David Guettát. Több mint 1000 fellépő és mintegy 40 színpad garantálta a szórakozást a 4 napos rendezvény ideje alatt. A szervezők szeretettel várják a zene szerelmeseit a Seedance Fesztiválra, amelyet augusztus 30-a és szeptember 1-e között szerveznek meg a montenegrói Bujaricán.